Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap Vattacukor part 3 lesz, és nem is akármilyen. Ugye eddig mindig ilyen kis vattacukrokból csináltam a dolgokat, de most brutál nagy lesz. Ilyen nagy vattacukrokból állítottuk össze a meglepetéseket, vagyis ami benne van, az édesapám rakta nekem bele, és mutatom, hogy milyen brutál nagy lesz az első. Tadám! Ilyen nagy. És csak egy-kettő kicsi lesz, a legtöbb viszont ilyen brutál nagy. Ezt nézzétek meg. Amiben belerakjuk a vattacukrot is, nem olyan kicsi lesz, mint előtte, hanem ilyen brutál nagy. Szóval én már nagyon várom, nem is húzom az időt tovább. Nézzük! Tessék! Áh! Vizes lett a hajam. Na mindegy, majd megszárad. Szóval nézzük az elsőt. Itt van ez a brutál nagy. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lehet benne. Ti mit tippeltek? Nagyon ilyen kerek alakú. Hát, vagy így formálta meg édesapám, vagy ez valamilyen labdaszerű lehet? Írjátok meg kommentbe, hogy ti mire tippeltek. Hát nagyon finom. Hú, ez a rózsaszín. Nézzük meg a lilát is. Brutál jó. Vétek belerakni ebbe a vízbe. De nézzük. Végre! Valamit kitaláltam. Labda. Milyen komoly szemüvege van, hallod? Hát igen, bejön. Nehogy kimenjek, aztán egyet focizzak vele, vagy... Upszi. Jön a következő. Kéket még nem kóstoltam. De eddig a rózsaszín a legjobb. Sárga. Ez is jó. Nézzétek, milyen nagy. Akkora, mint a fejem konkrétan. Sejtelmem sincs, hogy mi lehet. Olyan izgi. Úristen! Ezt nézzétek! Ez nagyon jó. Úristen! És ezt be lehet rakni a kocsiba. Mekkora menő. És akkor lehet telefonálni. Halló, halló. Már csak egy kocsi kellene. Ez mi lehet? Nézzük. Ezt nagyon szeretem. Milyen szép lett már a víz. Azta. Gyönyörű színe van. Nyam, nyam, nyam. Muszáj megenni. Apukám, egyik fele a tiéd. Köszi a segítséget. Nagyon jó. Jön a kövi. Elég érdekes alakja van. Mi lehet ez? Ez mi? Fogkefe! Pont a csoki után azért elég vicces. Császok, megyek fogat mosni. Nézzük, nagyon kíváncsi vagyok. Olyan jó cuccok voltak benne. Úristen! Mennyi pénz! Te jó ég! Ez brutál. Azt hiszem meg kell őket itt zárítanom. Mennyi csokit tudok majd belőle venni. Ez igen. Vagy mit vegyek belőle? Írjátok meg kommentbe, mit vegyek. Vagy kövi YouTube-ra vegyek valamit belőle? Úristen, ez nagyon sok. Keverem, kavarom. Megszárítjuk. Gyorsan. Aztán jön a kövi. Addig meg írjátok meg kommentbe, hogy mit vegyek belőle. A kövi YouTube-ba meg azt megmutatom. Na akkor menjünk teregetni, mert ott nem tudtam kiteregetni. Mire megszárad, megírjátok kommentbe, hogy mit vegyek belőle. Kaskacok, jön az utolsó. Lehetne ilyen minden nap. Na de nézzük a kövét, már nagyon várom. Nézzük, mi lesz ez a nagyon pici. De rám ragadt. Tipp. De jó. Szempilla spirál. Rózs. Ilyen matt. Imádom a matt rózsokat. Ez nagyon jó. Wow! Ez megint egy brutál nagy. Azt nézzétek, mi lehet benne? Bella betét.
Kösz. Ennek nagyon jó a színe, ez nagyon finom. Kíváncsi vagyok, hogy mit rejt belül. Én ezt nagyon szeretem. Ez az egyik kedvenc italom. Ó, de jó, és szívószálas legjobb. Ezt nem hagyhatom ki. Ez 10 per 10. Megint egy nagyon nagy jön. Ezt nézzétek, milyen nagy. Tip. Ne. Ez komoly? Úristen! iPhone! Ne! El se hiszem. Jaj, de szép! Ez egy Nokia. Egy régi telefon. Kösz, apa. Ráadásul nem is működik. Legalább az a Snake játék rajta lenne, de még az se. Be se lehet kapcsolni. Nézzük a kövét. Azt a... Ez bele se fog férni konkrétan. Mi lehet ez? Star Wars kard? Megmártjuk. Hát majdnem. Kard, de nem Star Wars kard. Ez menő. Buborék fújó! Pénzek is megszáradtak! Brutál nagyot csinálom. Ez nagyon jó. Nézzük a kövit. Se egy kis darab. Ide néz. Brutál nagy. Nem volt benne nagy dolog. Bounty! Ki szereti, az egyiket odaadom valakinek. De jó illata van. Ilyen parfüm kellene. Nézd. Ez mi? Telefontöltő. Ilyen zsinór. Na és már itt is van a következő. Ó, ez nagyon zörög. Hamburger! Szerintem ez ilyen stresszlabdaszerűség. Inkább nem eszem meg. Ez nagyon jó. Stresszes vagyok, akkor majd így csinálunk. Ó, most egy brutál nagy jön. Ezt nézd! Te jó ég! Be se fér a kamerába, azt nézzétek. Fú, ezt le kell nyomnom. Mi ez? Várja, kibontjuk mindjárt az a csik. Wow, te aranyos! Ezt nézd! Hát ez nagyon cuki. Nekem nagyon tetszik. Majd a Larának kölcsön adom. Hát jön talán az eddigi legkisebb. Olyan fura ekkorát látni, mert régebben csináltunk ekkorákat. Megint egy labda? Nem, az már uncsi. Kígyó. Nem ám, oda néz. Nyam, 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 gumicukor. Ez azt hiszem, ez az ilyen savanyú gumicukor. Hát ez nagyon nagy. Paskacok, most jön az utolsó előtti, és képzeljétek el, hogy az utolsó elvileg valami brutál dolog lesz, megsúgta apu, szóval. Gyorsan essünk túl az utolsó előttin, hogy mehessen az utolsó. De jól néz ki, ilyen full nyárias. De jól néz ki! Ez nagyon jó. Udvarba ki tudod rakni, ahogy jön a szél, így elkezd szárnyalni. No, de nézzük az utolsót, mert azt mondták, hogy az nagyon-nagyon durva lesz. Azt mondta apa, hogy ezt rendesen meg kell fognom, mert hogy elvileg nagyon nehéz. Tényleg jó nehéz. Jaj! Wow! Az igen, ez egy persely! Akkor teli lehet pénzzel. Hát, amondó vagyok, hogy feltörni nem a konyhába kellene, hanem menjünk ki, és ott eldobom. Tadám! Új, jó nehéz! Milyen hangja van, nagyon teli van. Na, elcsök le! Elhitted, mi? Na jó, tényleg, elcsök. Izgulok. Te jó ég!
Itt nagyon sok van, ezt nézzétek. Apukám azt mondta mindig, hogy a pénzért meg kell dolgozni. Hát akkor dolgozzunk. Összeseperjük. Nem is lehet ezeket összeseperni. Na mindegy. Viszont a kukába ki kell dobni ezeket. És akkor utána jobban össze lehet szedni. Még amúgy olyan jól nézett ki. Sok-sok-sok 20-as van benne. Nagyon köszönöm... Oh! Még a cici tartomba is találtam egy 20-ast. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én ismételten nagyon jól éreztem magam. Ha van ötletetek, hogy miket csináljak még, akkor írjátok meg kommentbe. Sok puszi és jó hétvégét! Sziasztok!